Kétnapos továbbképzést tartott az első és másodosztály U19-es edzőinek Ben Stork labdarúgó szövetségi kapitány és az új edzőképzési igazgató Jörg Daniel. Középpontban a tudományos felmérésekkel és fizikai felkészítéssel, hát tanulságok a Magyar Futball Akadémia tréner Simon Miklósal és a Sándor Károly Akadémia kolléga Szabó Zsoltal. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt, jó reget. E, Hát hogyan fogadtátok ezt a kezdeményezést, mit vártatok tőle? Mi nagyon örültünk, tehát a saját nevemben beszéltek a, a klub is, és én is nagyon örültem neki. Igazából régóta vártunk egy hasonló dologra, hogy megismerjük azt, hogy miről is van szó pontosan. Mert ugye a híreket hallottunk, mi is a. Hát, hogy Már... mit szeretnének Igen, áll, igen, áll, igen, igen pont. hogy pontosan mi, mi az, ami, amit ők elképzeltek, és amit szeretnének. A jövőben látni, és erről azt gondolom, hogy képet is kaptunk. Tehát ezt tehát is most világosan. Így van, uh -huh. így van. Na most uh, értek benneteket meglepetések, szóval, hogy milyen volt egyébként a, a német szakemberek hozzáállása? Hát a meglepetés uh, személy szerint engem nem ért. Tehát azt tudtuk, hogy a német precizitásból kaptunk példát, az, hogy mindent mérnek, tehát a teljesítményt, tehát a kondíciót uh, állapotfelméréssel uh, kezdték ugye, a, a játékosoknál az, hogy milyen állapotban érkeznek meg a játékosok az edzőtáborba, és annak a, ezeknek az érté a méréseknek a kiértékelése után ugye képet kapnak a, a jelenlegi állapotokról, és uh, úgy tervezik meg a, az egész heti uh, edzésüket. Tehát ez, ez, ebből szempontból nem ért meglepetés, hanem a, tehát én a, arra vezetném vissza, hogy a kondíció fejlesztése hegyezték ki ugye ezt a konferenciát. Uh -huh. Na most igazából az elmúlt egy-két évben, amikor ti végeztétek a munkátokat, akkor, akkor hogy nézett ki ez a szövetségi kontroll, vagy irányelvek ugye az akadémiáknál? Tehát, tehát hogy, hogy álltatok ti ezt hozzá? Világos volt az irány, hogy van-e valamilyen központi akarat, hogy mit szeretnének? Nyilván ugye minden szövetségi kapitánynál és minden irányításnál ez, ez kicsit más volt, de ugyanúgy, mint mi is most a sok kollégát, ahogy megismertük, majdnem mindenki más stílusban, más felfogásban dolgozik és edzi a csapatát, és ez valamilyen szinten ez, ez jó is. Ezt szeretnék ők egy kicsit egységesíteni, amennyire lehet, nyilván ezt, ez teljesen nem lehet, meg nem is szabad ö, véleményem szerint, de olyan normális ö, dolgokat kértek tőlünk a, a válogatott behívó ö, után, vagy mielőtt bemennek a válogatottba a játékosok, hogy regeneráljuk, hogy tudjuk őket segíteni, és ö, elővetítettek egy későbbi ö, lehetséges együttműködést, ö, olyan felszerelésekkel, olyan mérési lehetőségekkel, amiben akár az MLS is tud segíteni a kluboknak. Tehát itt igazából a, a stílust, meg szakmai kérdéseket illetően nem hangzottak el instrukciók, hanem, hanem alapvetően ez a, ugye a, a tudományos fizikai háttérről szólt. Igen, pontosan így van, Kondíciófejlesztés volt szó, és most a mi olvasatunkban és én olvasatomban a futball kondíciónak a fejlesztését az csak a futballal lehet fejleszteni, tehát mi játékokon keresztül oktatjuk a gyerekeknek a futballt, a játékokon keresztül fejlesztjük a futball kondíciót, ez meggyőződésünk. Tehát én azt mondom, hogy alapvetően azon kellene változtatni, hogy a gyerekeknek a tudás szintjének az emelésével kellene kezdenünk, mert az egyenesen arányosan fog növeg, fogja hozni magával a kondíciónak a fejlesztését is. Na most, Berztokék szerint egy egységes tesztelési rendszerre van szükség. Mert jelenleg nincs ilyen? Egységes tesztelési rendszer. Én azt mondom, hogy nem úgy kell elképzelni azt, hogy mi egy mérlegre ráállunk és lemérjük magasságba a játékosokat. Nagyon sok tesztelési módszerünk van, nagyon sok tesztelési lehetőség áll rendelkezésre. Mindenki másban hisz. Ez ugyanúgy, mint amit az előbb mondtam, hogy a, az edzők miben hisznek. Ez nyilván a, a szakmai irányításnak a feladata megszabni, hogy mit csinálunk. Ugyanúgy van nekünk fotocellánk, ugyanúgy használunk olyan tesztelési lehetőségeket a gyerekekre, amit, amit adottak. Nyilván ezt mindig lehet bővíteni, és lehet új dolgokat behozni. Ez a laktártesztre lett kihegyezve most nagyon a. A, az egész találkozó. Ez a kapitány úrnak egy, egy olyan fontos rész az ő életében, amit mindent erre épít fel, és ezt próbálta nekünk bemutatni, és ezt szeretné, hogyha ezt, ezt minden klub csinálná, és, és segíteni abban, hogy adatokat szolgáltasson. A válogatott játékos, ugye elég sok válogatott játékosunk van, csak úgy, mint az MTK-nak is. az egy hat játékos esetében ez majdnem, hogy ugye a negyed csapatot, Igen. negyed keretet kiteszi, úgyhogy ez abszolút egy normális kérdés szerintem, az, hogy ez mennyire kivitelezhető, ez meg a jövő zenéje. Mármint hogy amit ő szeretne, ami az ő mániája, annak a technikai háttere az mondjuk nálatok nem biztosított? Így van, pontosan így van, tehát jelenleg ez a technikai háttér nincsen biztosítva, ígéretet kaptunk a szövetségi kapitány úrtól, hogy ezen fognak változtatni, hogy az MLSZ rendelkezésre fogja bocsátani ezeket az eszközöket, és innentől természetesen akkor egy közös munkanak az alapjét meg fogjuk teremteni. Ehhez a teszteléshez valahol rajtatok, nálatok nincsen, valahol megvan a lehetőség egyáltalán? Mi nincs nálunk, bocsánat. Hát most azt beszéltük, hogy a storkféle tesztet, amit ő szeretne, a, a, azt kellene technikai berendezése. Így van, a regeneráláshoz és a, ehhez a laktátteszthez is kellenek, ehhez van egy papír, van egy gép hozzá, amivel tudjuk, ez egy elég költséges dolog, azt azért tudni kell. Olyan. Van ilyen valakinek egyáltalán? Van, persze, mi is használtuk, még annak idején nálunk a Subka látó kezdve én Aha. is a Csábi Józsival ezeket hmm. használtuk, de, de azért nem mindegy, hogy milyen hatékonysággal, meg milyen uh, gyakran használjuk, mert ezek ugye költségek, tehát uh, ez nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy, ez egy űr technológia, csak uh, itt az egységesítésen lenne a hangsúly. Világosnak, hogy ez van. folyamatosan használni, tehát Így én azt van. szeretné, hogy ez folyamatosan... Olyat kell elképzelni, hogy nem mindegy az, hogy egy terhelés után uh -huh. uh, mondjuk mennyi idővel vesszük le a vért a játékostól, uh -huh. hogyha ezt tudjuk egységesíteni, és ugyanolyan adatokat tudunk kapni, uh, nem rögtön, vagy három percen, mindenki máshogy csinálja, és az lenne a fontos, hogy ezek. ezek Tehát hogy itt a metodikát kell van, egységesíteni, igen, hogy, hogy olyan adatokat kapjunk, amit tényleg használható. Most egyébként ilyen tekintetben, ti miben egyeztetek meg, vagy, vagy mennyi idő múlva lehetne ezt úgy kivitelezni, hogy, hogy mindenki számára normálisan és elfogadhatóan, és a kapitány számára meg egy egységes adatnyeréssel működhessen ez a rendszer. Hát a kaputány úr az, az derült ki, hogy ott az U19-es elütkör után le fognak ülni az vezetőivel, és közeljövőben ezeket a technikai eszközöket, mérőműszereket, ezeket a klubok rendelkezésére fogják bocsátani. Hát ez az alapja enélkül nem tudunk tovább lépni ebbe a kondíciófejlesztés ügyébe, és az állapot felméréseknek a, a ügyébe. Na most a tekintetben, amit ők gondolnak, például ugye Jörg szerint a nagysebességi sprintek döntik el a mérkőzéseket, általában, amit az állóképességről, a fizikumról ezek a német szakemberek gondolnak, és amit ti a gyakorlatban ezzel kapcsolatban oktattok, e között van nagy eltérés? Nem, itt megint csak a, a tesztelés, illetve illetve Te a mérési lehetőségekről volt szó. Nálunk ugye Kasper István, nagyon jó erőléti edzőnk foglalkozik ezzel. 10-20-30 métereket mérünk mi is. Itt, itt kaptunk egy olyan képet, statisztikákat a BR-ről, a, a Premier Ligában, hogy változott a sebesség, mennyivel gyorsabban kell futni, mennyivel... A, a futás mennyisége nem változott, de a gyorsasága változott, tehát ilyenekről beszélgettünk, nem is edzőképzésnek hívnám, én inkább egy, egy kapcsolatfelvételnek, ami, ami, ami nagyon jól sült el szerintem. Hát igen, meg ha jól értem, akkor az, hogy mindenki próbálja egységesen értelmezni ezeket a kifejezéseket, mert akkor lehet egységesen az adatokat is használni, igaz? Természetesen így igaz. Na most, vannak-e olyan érdekes konkrétumok még, amit, a, amit ebből a két napból ti szakmailag ki tudtatok nyerni? Hát számomra mindenképpen üdvözítő volt, hogy a, a, kapitány úrnak a filozófia is hasonlít az MTK filozófiához, tehát a futballtudásra tudásra fekteti elsősorban a hangsúlyt, tehát természetesen ezek a mérési adatokat ez nagyon fontosak, de ezen felül tehát a futballtudás az, ami meg fogja határozni a jövőben is a magyar labdarúgást, és mi azon vagyunk, hogy a játékokon keresztül, amit már említettem, úgy oktassuk le a gyerekeket, hogy közelítsünk a nemzetközi szinthez. Ennek több feltétele van, tehát nem csak maga az edzés módszerek és az edzés gyakorlatok és játékok, hanem az, hogy a hétvégen olyan mérkőzéseket tudjunk játszani a bajnokságban, ami közelít a nemzetközi szinthez, mind ritmusban, mind dinamikában. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzetközi szinten fel tudjuk venni a versenyt azokkal a, a nemzetekkel, ahol magasabb szinten van a futballkultúra. Ez A minőséget hangsúlyozták ki folyamatosan, többször előkerült a passzok tekintetében, a, a, az edzések tekintetében, tehát abszolút ezt kérték. A regeneráció nagyon fontos, és. Talán még próbáltak minket meggyőzni arról is, hogy talán sokat edzünk, tehát ebben is volt egy kis, kis beszélgetésünk. Ugye tehát, hogy csak lehet, hogy kevesebb de intenzívebben? Vagy? Nem feltétlenül, a kapitány nagyon a, a regeneráció felé vitte ezt az egészet, hogy, hogy frissek maradjanak a játékosok, és próbáljanak a, abból minőséget csinálni. Ezt mondom, hogy mindenki máshogy látja, csináltunk csoportokat, csoportokba dolgoztunk, hat kollégával, és hát velem együtt ugye hatan dolgoztunk egy csoportba, pontos Zsoltó is együtt voltunk, nagyon nehezen tudtunk megegyezni abban, hogy mondjuk milyen edzést tegyünk hétfőre, miért kedre, mert mindenki máshogy csinálja, más lehetőségei vannak, máskor járnak a gyerekek, tehát ez, ez nagyon jó az ilyen beszélgetés, én is nagyon sokat tanultam kollégáktól is itt a két nap alatt, voltak megjegyzések, ötletek, amit, amit el lehet csenni, és abszolút erre is kíváncsiak voltak, hogy mi hogy dolgozunk együtt, és, és szerintem egy kicsit felismerték a, a tudásunkat. A finom hangolás elkezdődött, mondhatjuk. A kommunikáció elkezdődött, a kommunikáció. és ez nagyon fontos szerintem, igen. Hát akkor további jó munkát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.